Ezeket a felvételeket a Nyíregyházi Állatpark egyik gondozója készítette júniusban. Ekkor született a legújabb lakó, egy kis sörényes hangyász. A kölyök a kezdeti csetlés botlás után szinte azonnal szeretett volna felmászni anyja hátára. Néhány próbálkozás után ez sikerült is. Bár időnként újra kell helyezkedni, hogy kényelmes legyen a pozíció, gyakorlatilag azóta is folyamatosan a mama hátán kapaszkodva tölti napjait a kölyök, akinek bár ivarát még nem tudják egyértelműen, a testméretéből ítélve valószínűleg hím. A látogatók még legalább 4-6 hónapig így fogják látni a kis hangyászt. Alapvetően igen nagy szerencse kell, hogy aktívan láthassuk, mert elárulok egy titkot, körülbelül 10-11 óra magaslatában szoktak naponta kapni először ennivalót, olyankor igen aktívá válnak, viszont ahogy jó van a pocak, utána már fekszenek is a sarokba. Hát naponta 24 órából 15 órát alvással töltenek, viszont Manka nagyon gondos anyuka, ahogy a pici odafekszik a hasára, akkor a seprűszerű farkával az állat be is takarja, nem véletlenül, hiszen alapvetően ennek az emlős állatnak a legalacsonyabb a testhőmérséklete 32 fokos mindösszesen. A seprűszerű farok mellett jellegzetessége a 60 centis tüskés nyelve, amelynek ragacsos felületére könnyen ráragadnak az apró rovarok. Látványos és hasznos sarlóéles karma is, amely a második és harmadik ujjain nőtt. Ezek nem csak a védekezés segítik, könnyebben ássa ki velük a hangyabolyokat is. Bár az igényelt napi hangya mennyiség nem áll a rendelkezésére, a szükséges tápanyagot más forrásból biztosítják neki a park gondozói. Marvin és Manka két ivar érett állatunk. Most jelenleg Manka él együtt a kis utóddal, hiszen nagyon fontos, hogy gondoskodóan tudja nevelni az apróságot. Ilyenkor naponta többször adunk neki táplálékot. Hát nyilván napi 10-20 ezer hangyát nem tudunk előteremteni, de van egy speciális hangyásztáp, illetve mellette joghurtot, darált marhahúst és lickukacot szokott kapni az állat. Jelenleg két ivar érett sörényes hangyász van a Viktória házban, mindketten az Európai Faj Megőrzési Program keretében érkeztek a Nyíregyházi Állatparkba. 2015-ben és 2017-ben már született utóduk, és most 180 nap vemhesség után megérkezett a harmadik is. A tervek szerint a kölyök 2 éves korában ugyanezen program keretében másik állatkertbe költözik majd.